Szól a zene a teraszokon, újra élettel teltek meg a terek. Pakson egy asztal sem maradt szabadon a nyitás hétvégéjén. A nagy takarítás, fertőtlenítés, teraszbővítés mellett választék és szolgáltatás bővítéssel is várták a vendégeket. Koktéllapunkat megújítottuk, és egy ilyen vakcinás koktéllapot dobtunk be, vakcina nevekkel, és úgy szolgáltuk ezt fel, hogy a koktélban magába kis vakcinákat tettünk, amiben felhúztuk az alkoholt, és akkor az úgy volt benne. Hát ennek óriási sikere volt. Több szórakozó helyen csak az előre foglalt vendégeknek jutott asztal a terasznyitás napján. Az érettségére készülő diákok is kiszabadulhattak a tételek fogságából néhány órára. Egyszerűen nagyon jó volt újra találkozni a többiekkel, újra beszélgetni, átbeszélni az a dolgokat, hogy ki hogyan készül ezekre a dolgokra, ki hogyan, hogy áll hozzá, viszont nagyon várjuk ilyen nyarat, amikor talán végre mindenki nyit újra. Bátaszéken egy új vendéglátó egység nyílt az elmúlt hétvégén. Itt teraszavatóra készültek. Nagyon nagy igény van rá, ugye mindenki nagyon sokáig be volt záró, úgyhogy érezhető, hogy mindenki szabadulna kifelé. Itt jó a levegő, jó az időjárás, reméljük, hogy most már az lesz, úgyhogy mindenképpen vannak megkeresések. Ebben a dombóvári vendéglőben is nagyon várták már a nyitást. A tulajdonos úgy nyilatkozott, nagyon nehezen vészelték át ők is ezt az időszakot. Azt is hozzátette, hogy a 29 éves pályafutása során nem tapasztalt még ehhez hasonlót. Új étlappal és akciókkal várták a vendégeket. Akciónk most gyakorlatilag a mai napra, vagy erre a hétvégére van, hogy mindenki, aki ételt, főételt eszik, ő neki a ital fogyasztását, illetve egy-egy sört, egy-egy üdítőt ugye ingyenesen tudunk biztosítani. Szekszárd egyik legnevesebb borbirtokán szinte mindegyik asztalt előre lefoglalták már a teraszra vágyók. Pölöte Norbert, az egység vendéglátó igazgatója úgy nyilatkozott, hetek óta készülnek erre a napra. Azt mondta, a csapatnak köszönhető, hogy minden előírás betartva megújulva tudtak nyitni április 24-én. Nagyon fontosnak tartom, és nagyon örülünk, boldogok vagyunk, hogy egyetlen egy kollégától se kellett megváljunk az elmúlt 5 hónapban, és így startra készen voltunk egy új étlappal, amit ugye gyakorlatilag erre a nyitásra terveztünk már régóta. Most elindítottuk, és hát örülök, hogy a sors és a jóisten is megsegítette vele a jó idővel minket, hiszen még csak a teraszokat lehetett nyitni. A kormány döntése alapján, ha Magyarországon beoltottak száma eléri a 4 millió főt, korlátozásokkal ugyan, de kinyithatnak az éttermek, cukrászdák, presszók és kávézók belső terei is.